szóljon rajtunk keresztül az igét és mindazt, amit te akarsz kinyilatkoztatni. Köszönjük, hogy meghallgatod gyenge kérésünket, nagy neved legyen áldva minden. Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves megjelent testvéreinket, kedves vendégeinket. Ünnepélyes Isten tiszteletünket megkezdjük az énekes könyvünkben a 45-ös számú énekkel, Nincs helyed Jézus számára. Hátul a 45-ös számú énekkel. Számára, aki bűnöd viseli, vár szívednek ajtajára, jöjjön hozzá elő, bűnös van-e hely szívedben.
mennynek földnek teremtője, dicső mennyei jó édesatyánk, mint néped gyermekei, a te szent fiad nevében, e nyugalomnap délelőtti órájában. Összegyűltünk a te dicső szent neved dicsőítésére. Fogadj el bennünket így, ahogy jöhettünk szent dicső színed elé. De különösen felemeljük hálaimat szavunkat. Mi öregek, kik megértük ezt a úgynevezett magaskort, ami úgy elszállt, mint egy korán jövő felhő. Fogadj el bennünket így, ahogy jöttünk, bűneinkkel, gyengeségünkkel, gyarlóságainkkal együtt. Kérünk, tisztíts meg, csiszoljál, faragjál bennünket, mint ahogy a leckébe tanultuk. Urunk, tégy bennünket engedelmes szívű gyermekeiddé, hogy teljes szívből, lélekből átadjuk magunkat, hátralévő életünk napjait, te neked, hogy a te szent dicső akaratod szerint éljünk. Áld meg így előtted fent álló népedet, de áld meg kérlek szépen a te szolgádat, akit felhasználsz most neved dicsőítésére. Fogadd el őt, és áld meg a szívét, de áldjál meg bennünket is, hallgatókat, hogy megértsük azt a lelki táplálékot, amit küldsz ma számunkra, és ez egy átformáló erőt kérünk tőled. Köszönjük, hogy megadott kérésünket. Őrizzél meg minden zavaró körülményektől, ami megzavarná nyugalmunkat, ünneplésünket, és mi áldjuk a te szent nevedet a Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, a szombatiskola tanulmány megérkezett, úgyhogy a dél órában délután által vehetjük. A hét folyamán imádkozunk Bede Marika testvérni családjáért, és imádkozunk betegeinkért. Kedves testvérek, meglepődtem, hogy megbíztak evel a szolgálattal, kedves Máté testvérünkkel. Évtizeden keresztül együtt dolgoztunk ebben a gyülekezetben. Sok szép munkát tudtunk végezni az Úr kegyelméből. És most szeretném a gyülekezetnek bemutatni, itt vagyunk hárman, testvérek, a legfiatalabbak közül. Hárman vagyunk 245 évesek. Úgyhogy minket a Jóatya megsegített ezekkel a sok évekkel, és hiszük, hogy még az Úr még lehet, ad lehetőséget, hogy ezt a munkát tovább vigyük. Délután 5 órakor van Isten tiszteletünk, megkérjük a testvéreket, jöjjünk valamennyien. Kedves Máté testvér, úgy tudom, hogy itt lesz délután is közöttünk. Olvassuk fel a 15. A 8. zsoltárban Dávid magasztalja Istent a teremtés csodálatos művéért. Az Isten által megteremtett világegyetemre tekint, és ezt mondja, amikor látom egeidet, a te újadnak munkáját, a holdat, a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Isten gondot visel az emberekről, és lehetőséget ad nékik, hogy az általa teremtett dolgokkal sáfárkodjanak. Az emberiséget meghívja, hogy örüljön Jézus Krisztus kegyelmének és megváltó erejének. Ez az a jó hír, amelyet Jézus elhozott a bűnös világnak. A Márk 1.15-ben ezt írja. Betelt az idő, és elközelgett az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ma, amikor tizedünk és adományaink által Isten iránti hálánk bizonyítékát hozzuk az ő lábai elé, köszönjük meg neki a megváltási tervet, és amit különös módon a bűnbe esett emberiségért hozott létre azokért, akiket
ma is szeret. A mai gyűjtés a helyi gyülekezet költségét szolgálja. A jövő szombati gyűjtés a világmisszió költségét fogja szolgálni. Begyűjtsük önkéntes adományunkat és a tízeret. Szerető Atyánk, hálások vagyunk az életért, az egészségért, amelyet megáldottál. Köszönjük, hogy adtál erőt, munkalehetőséget. Íme a te néped elhozta téged illető részt, áld és szenteld meg, segíts, hogy ezáltal is sok lélek megismerjen téged, mivel előbbre haladjon, és mind azon munkát, amely előttünk áll, be tudjuk fejezni. Kérünk, áld meg a visszamaradt részt is, segíts, hogy azt is bölcsen, okosan használjuk, lelkünk megmentésére, embertársaink üdvösségére tudjunk szolgálni mindenkoron. Békét, szereteted, áldásod legyen velünk egész napon. Jézusunk nevében kérünk. Amen. Engem is, mint az ifjú Józsefet, Jákob elküldte, hogy keresse meg testvéreit. Összeszorul a szívem. 18, majdnem 20 éve távolatából, amikor eltávoztam az a váradi bégyülekezetből Aradra, és ma olyan sok kedves lelk hiányzik innet közülünk. Imám az, hogy a feltámadás reggelén, amikor az Úr Jézus meg fog jelenni, a sok millió angyallal, és a harsona megszólal, és felhangzik a kiáltás, ébredjetek, ébredjetek fel,
akik az Úrban pihentetek meg. Én hiszem, hogy találkozni fogunk szeretett testvéreinkkel, akikkel olyan sok szép évet töltöttünk el együtt. Hiány. Pótolatlan hiányok vannak. A héten kerestem egy cikket a könyveim között, és egy témának a címét leltem föl. Nem gondoltam arra, hogy ma itten énekar, kórus, azok, akik régebb kezdték meg, már gyerekkorukban az éneklést, az énekkarban. És feltevődött egy kérdés, és azóta minden éjszaka megálmodtam, megébredtem. Ez volt a kérdés csak, ott leszel Isten országában, az énekkórusban. Kedves testvéreim, kedves vendégeim, kedves testvérném, az egész gyülekezet a mennyei kórusnak tagja. Amikor az Úr Jézus el fog jönni, mindannyian énekelni fogunk abban a nagy kórusban, ami a Kristály-tengernél lesz. De itt lent meg kell, hogy kezdjük tanulni az énekeket, meg kell tanulni úgy járni, úgy viselkedni, mint Isten gyermekei, akik az örökké valóságon keresztül áldani és magasztalni fogják énekeikkel Istent, a megváltott. Sokat foglalkoztatott ez a téma engem, hogy vajon ott leszek abban a nagy kórusban, Isten országában. A belépő jegyet, kedveseim, most kell megszereznünk. A kezdőénekből így kezdődött. Nincs, feltette a kérdést, nincs helyed Jézus számára, aki bűnödet viselte. Ő meg akar bennünket menteni. Csak tőlem és önöktől függ, kedves testvéreim, kedves barátok, kedves hallgatóim, hogy ott leszünk-e. És ennek az ideje ma van, hogy megkeressük a belépőjegyet. Össze lettek hívva az énekarnak a régi tagjai, hogy még egyszer megemlékezzenek énekeikkel, hogy dicsőítsük Istent, a Teremtőt. Kívánom, hogy az énekkar átérezze azt, amit énekel, azt, amit tanulunk, és tudjuk meg, hogy minden egyes ének egy ima, amikor éneklünk. És azért úgy viszonyuljunk az énekekhez, mint amikor imádkozzunk Istenhez. Adja Isten, hogy a délelőtti órában legyen részünk sok áldásban, és megismerjük még jobban a mi szerető megváltónkat, az Úr Jézust.
A mai nap folyamán javarészt olyan karénekek fognak elhangzani, amelyek az Üdvés Adventi című énekgyűjteményből származnak. A megnyitott Szent Biblia című énekünk következik, amely a múltban, az énekkar megalakulása idején csak karénekként volt ismeretes. Később viszont közös énekként már több gyülekezet is énekelte. Gondolatban utazzunk most vissza a 70-es évek idejébe, felidézve az akkori karénekek egyikét. Az első szeretet. Emlékembe véslek, ó első szeretet, amely oly boldoggá tette életemet, mint a zordtél után a viruló tavasz, Jézus szeretete új életet fakaszt. Drága voltál nekem, az maradsz örökre, melynek itt a földön nincs sosem értéke. Nem lehet megvenni aranyon, ezüstön, a kincsek kincse ez, és marad örökkön. Eredete a menny forrása a Golgotán, hol érettünk meghalt Jézus a keresztfán. E forrásból ömlik a szeretet árja, megtér bűnösökre, s az egész világra. Tengernyi bűnömet ide vittem én is, melytől szabaddá tett Jézus engemet is. Jézus szent vérében megtisztult a lelkem, most, mint szabad madár, zengem dicsé nekem. Itt éreztem előbb az első szeretetet, végtelen áldását, amely boldoggá tett. Boldog aranykorszak vette a kezdetét, amióta érzem Jézus szeretetét.
Kedves drága lélek, az első szereteted, áldásaid jövel Jézusban megleled. Ha bírtad, s elvesztél, térj meg, míg nem késő, siess oda-vissza, ahol megtalált ő. A magyar nyelvű énekeskönyv első kiadása 300 énekkel 1909-ben jelent meg, hangjegyek nélkül német fordításból. A második magyar nyelvű énekeskönyv 143 énekkel 1917-ben, a harmadik már kottás kiadás 512 énekkel 1918-ban jelent meg. Ennek alapján készült az ismét kotta nélküli negyedik kiadás és annak néhány utánnyomása a 30-as években. Az erdélyi gyülekezetekben napjainkig ezt használtuk Üdv és Adventi Énekek cím alatt. Elődeink törekvése még a kommunista elnyomás alatt is 1950 és 90 között kitartóan haladt előre. Hálásak lehetünk azoknak, akik ezen énekeskönyv kiadásának ügyét elősegítették.
Egy olyan ének következik, amely 1949-50-ben íródott, amikor is megszerveződik a B gyülekezetben az énekkar. Az éneket Russzu Mária testvérnő írta halálos ágyán Marosvásárhelyen. Verseket is írt, amelyeket az imaházban is szavaltak. Mivel a férje testvérnőnknek egy nagyobb tisztséget töltött be az ortodox egyházban, ezért sok ideig nem tudott megkeresztelkedni. De miután súlyos beteg lett, megkeresztelkedett. Nem sokkal halála előtt írta és énekelte ezt az éneket, melynek címe Kereslek folyton mindenütt. Zörgetek. Ott hagytam a mennyet, királyi koronát, érted, hogy könnyítsen bűneidnek súlyát. Magamra vállaltam bűnöd büntetését, leveszem válladról bűneidnek terhét. Ott állok szívednek zárt ajtaja előtt, zörgetek, hogy megnyitsd szívedet mielőbb. Éltem a Golgotán, érted feláldoztam, üdvött örök életet néked ottan adtam. Érted ért megvetés, szenvedés, gyalázat, érted ittam ki a keserű poharat. Gecsemáné kertben haláltusát vívtam, atyám előtt érted, mint megváltót szóltam. Lefizettem érted bűneidnek zsoldját, Golgotára vittem a súlyos keresztfát. Bűneid, mert voltak, keresztre felvittem, zörgetek, szívednek ajtaját, nyisd meg nekem. Ne engedd, hogy soká várjak, míg megnyitod, ne utasíts, nyisd meg, ha zörgeted, s hallod. Engedd, hogy bemenjek, s veled vacsoráljak, téged is, fiamnak, hadd szólíthassalak. Sokszor mondtál nemet, zörgettem szíveden, elutasítottál, s nem jöttél velem. Hívlak most is téged, jöjj velem, gyermekem, fogadd el tanácsom, s légy követőm nekem.
Ma még, mint megmentőt zörgetek szíveden, ne tétovázz tovább, siess és jöjj velem. Nálam van szeretet, béke és örök élet, ha követsz engem, mind a tied lehet. Még ma fogadd el, ó, megváltót hívását, mert holnap talán késő, ha hallanád szavát. Még zörgetek, hívlak, mint szerető megváltód, de nem soká jövök, mint ítélő bíród. Amen. A keresztényi élet elképzelhetetlen lenne ének nélkül. Az adventi mozgalom első éveiben számos olyan ének keletkezett, melyek az üdvözítő közeli eljövetelébe vetett boldog reménységet juttatták kifejezésre. White James, az adventi mozgalomnak egyik legnagyobb vezére, kiváló zenei tehetséggel bírt. Ő is számos éneket hagyott hátra, melyek Isten népének buzdítására szolgáltak. Luther nem csak egy nagy hitszónok, hanem énekköltő és énekes is volt. A reménytelenségnek, a csüggedés és kétségbeesésnek legsötétebb óráiban az ének képezte egyedüli vigaszát és örömét. Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok, megterheltetek, én megnyugosztallok titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd
és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtak a ti lelkeitekben, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves testvéreim, más témát gondoltam, hogy együttesen tanulmányozunk, de idő sincsen, és esetleg délután, hogyha lesz, akkor majd tanulmányozzuk az egyházunk jelenlegi állapotát és a jövőjét. Így, hogy Jézus ma mindannyiunkhoz intézett egy ilyen meghívást. Jöjjetek mindannyian hozzám. Jézus nem tesz különbséget. Nagy, kicsi, öreg, fiatal, gazda, szegény. Ő mindenkit szeretettel hív. Mindenkinek ad lehetőséget, hogy megtérjen és Isten országába jusson. Ez a lehetőség nem függ senkitől. Nem függ a gyülekezet bizottságától. Nem függ a gyülekezet pásztorától, nem a konferencia unió, hanem a kapcsolattól függ, amit én és a fentvaló tartok. Azért ő ma délelőtti órában kivétel nélkül mindenkinek és mindenkihez intézi ezen meghívást. Jöjjetek mindannyian én hozzám. Soha ezen a világon annyi megtört lélek nem létezett, mint napjainkban. Amikor naponta, mondhatom, hogy ezren vetnek végét életüknek. A héten olvastam egy újságot, Aradon, hogy minden második nap történik egy öngyilkosság. Az emberek elveszítették az egyensúlyt, elveszítették hitüket Istenben. Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok néktek. És melyik ez az új parancsolat, kedveseim? Azt mondja, hogy szeressétek egymást, úgy, mint én szerettelek titeket. Azt mondja az ige, hogy nincs nagyobb szeretet, mint aki képes odáldozni életét az ő fele barátjáért. Ma, amikor azt mondja az illetett ige, hogy amikor az Úr Jézus megjelen, a szeretet meghidegül. A hit elvész. Azt mondja, vajon talál-e hitet e földön? Az embereknek már elvész hitük. Elmennek a templomba. Nem ismerik egymást. Bocsánat a kifejezésért, elmennek a szagos misére. Kezd befurakodni hozzánk is. Ima órán alig lézengnek egyesek. A szombatiskolánál valamivel többen, de eljön a 11 órás, megtelik az imaház, 12 óra 5 perc, már nézzük az órát, hogy még van.
az embereknek ma már nincsen idejük Isten igéjével foglalkozni. Ma, amikor legtöbbet kellene foglalkoznunk az igével, amikor kellene tanulmányozzuk, olvasni, ezért a szeretet meghidegült. Nem tudjuk szeretni bele barátunkat, nemhogy ellenségeinket. És ezért ő ma felhív bennünket. És tetszett a költemény, amit el volt hangoztatva. Ő meghív, ő megbocsájt nékünk, csak jöjjünk ő hozzá. A mai leszkében, az utolsó kérdéseknél, az Úr Jézus kiemelte Mária Magdolnának a cselekedetét. Egy erkölcstelen nő volt, de amikor az Úr Jézus megmondta az ő bűnét, megbánta, és nem tudott elég hálás lenni, hogy megszabadította őt. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ő mindannyiunkat meg akar menteni. Ő mindannyiunkhoz van egy szeretetteljes hívószava, jöjjetek mindannyian én hozzám. Melyik az a testvér vagy testvérnő közülünk, akinek nincsenek problémái, nincsen terhe? Jézushoz jöhetünk. Nála nincs fogadóra. Ő mindig kész meghallgatni. Ő mindig kész segíteni. Úgy szerettem, úgy akartam, hogy a délelőtti órában a gyülekezet többet énekeljen, és kevesebbet hallgassunk. Szeretném, ha régi énekes könyvekből megkeresnénk, és elénekelnénk egy éneket. Itt immár az idő, hirdessétek, a 28. vers, számú ének. Az utolsó között. Itt immár az idő, hirdessétek. 28. Igen, a hátulsó részé van az új énekes könyvekre. Mindennek most és minden népnek, léjétek a nagy Isten, ítélete megjelent. Istennek országáról szóló jövőnk, hangozik a Yeah.
egy éneket találtam. Nem tudom a kótáját, a dallamát, de a szövege megfogott engem. Jöjj Jézusom már, Istennek fia! Jöjj néped, vár, hogy jöjj felhőn! Dics éneket zengnek néked, Uram, már adj békét, adj hitet népednek. A refrén. Gyer már, gyer már, gyer Isten fia, várunk, hogy jöjj le már, adj békét és hitet népednek. Hála tenéked, dicsérünk neved, zeng énekünk, szálljon hozzád, adj dicső mennyei szép harmóniát, szívemben, lelkemben, örökre. Gyer már, Isten fia! Várunk, hogy jöjj le már, adj békét és hitet népednek. Jöjj Jézusom már, Istennek fia! Adj örökre boldogságot, hogy fönt a mennyben majd az örök otthonban dicsérjünk téged, Istenünk, örökké. Gyer már, Isten fia, várunk, hogy jöjj le, gyer már, adj békét és hited népednek, amire szükség van. Egy kisfiúcska nagy műtét előtt állt, a műtőpadon az orvos azt kérdezte, kisfiam, félsz? Ó, doktor bácsi, ameddig apukám fogja a kezem, addig nem félek. Kedves testvéreim, ameddig az Úr Jézus mellettünk van, nincs mitől féljünk. Én hiszem, hogy valamennyiünknek rengeteg tapasztalatunk van Isten szeretetéről, Isten meghallgatásáról. Ő kivont bennünket a sáros fertőből, azt mondja Zsoltár 40. fejezetében, és sziklára állította fel lábainkat. Áldjuk ezért Istenünket az ő szent nevéért. És még egy utolsó éneket szeretném, hogyha elénekelnénk, a 335-ös számú éneknek verseit. Az első két versszakot leülve, majd a harmadikat és a negyediket felkelve. Egy kis tévedés van a refrénben. Azt mondja, minden ővé, és ezt megismétli többször. Szeretném, hogy ezt az éneket úgy énekelnénk el, mint akik át akarjuk adni ma szívünket, életünket Istennek. 335. Minden övé, minden övé, te.
minden estől teljesen nővé. Minden kincsem néked hozzam, lábaid hozzatlan el, a világban múlik minden, testvérek, egy átadás imát mondjunk. Előtted állunk meg, hatalmas teremtő mennyei jó atyánk, hogy megköszönjük te néked, hogy még adtál kegyelmet számunkra. Ó, kérünk téged, így, ahogy vagyunk most, a nagyváradi bégyülekezet átadja magát te néked, fogadj el valamennyünket. Tisztíts meg, töröld el vétkeinket, gyengeségeinket. Add, édes jó atyánk, hogy te néked hűségesen tudjunk szolgálni hátra lévő napjainkban. Kérünk szépen, áld meg egy gyülekezetnek betegeit. Éreztes velük is szent szombatnapi áldásodat. Áld meg egy gyülekezetnek időseit. Ó, adj erőt, hogy tovább tudják folytatni a hitnek nemes harcát. De áld meg azokat, akiknek vállára nehéz megbízatást adtál, hogy tudják a munkát tovább vinni. Kérünk szépen, add meg egy gyülekezetnek ifjúságát. Nekik, akiknek tovább kell vinni ezen nemes üzenetet. Add meg őket, add meg egy gyülekezet kicsinyeit is, és segíts meg, hogy amikor eljössz az égnek felhőjén, akik ma jelen voltunk, egy se hiányozzék szent országodból. De megemlékszünk azokról, akik még nincsenek melletted.
Ó, édesatyánk, lágyítsd meg szívüket, ameddig nem késő, hogy hozzád jöjjenek, kibéküljenek te veled, és szövetséget kötve országodnak honpolgárai lehessenek. Köszönjük, hogy te többet cselekszed gyenge kéréseinknél, amért áldjuk és magasztaljuk szent neved mindörökké. Amen. A következő énekszám egy nagyon ismert melódia az adventista egyházban, de nem csak. Ezt az éneket már a Titanic néven ismert utasszállító gőzhajó elsüllyedésének alkalmával is zenélték 1912. április 15-én hétfőn. A mentőcsónakok leeresztése után a hajón maradt zenekar, akik a háttérzenét biztosították és játszottak a különböző társaságoknak a nap folyamán, látva azt, hogy nincs már menekvésük, Isten felé fordulva kezdték el játszani azt, hogy közelbb hozzád, Uram. Thank you.
Kedves testvérek, az idő elhaladt, de Máté testvérnek van egy éneke, a 22-es számú ének, az énekes könyvét hátul. Ha megszólal a harsona, egy felhívás indulásra készen kell, hogy legyünk. Hátul a 22-es számú ének minket keres. Édesatyánk, különös hálásak vagyunk te néked, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Segíts, jó Istenünk, hogy a te ígéd, a te igazságod megvilágosítsa mi elménket, értelmünket, és azt az utat, amely te hozzád vezet. Istenünk, itt állunk előtted, mint néped. Köszönjük kegyelmedet. Köszönjük türelmedet. Köszönjük azt, hogy még adtál kegyelmi időt részünkre. Segíts, atyánk, hogy átadjuk magunkat teljesen te néked. Hogy amikor el fogsz jönni az égnek felhőin, és hisszük, a jelek, az idők mutatják, hogy te nem sokára el fogsz jönni, adjad, hogy valamennyien, és akik itt vagyunk, mindnyájan készen legyünk dicső fogadásodra. Amen. Istenünk, köszönjük ezt a szombatot, köszönjük, hogy még adtál részünkre egy napot, amelyet itt töltöttünk a te lábaidnál. Kérünk, jó atyánk, amiképpen megáldottad és megszentelted a szombatot, adjál részt részünkre is, bár nem vagyunk méltóak, hogy gyermekeid lehessünk,
de kérünk, bocsáss meg bűneinket. Segíts, hogy újjászülessünk a te szent lelked által, és tudjuk átadni magunkat teljesen te néked. Köszönjük, hogy még van kegyelem részünkre. Mérdét áldunk és magasztalunk tégedet, Atyát, Fiút és a Szent Lelket, mindörökké. Amen. A 70-es években gyülekezetünket meglátogatta egy prédikátor a feleségével együtt az Egyesült Államokból, és ezzel az alkalommal énekeltek nekünk egy kedves éneket angol nyelven, melynek szövegét később Pap Sándor prédikátor fordított le magyar nyelvre a következő címmel: Uram és én. Kedves testvérek, délelőtt ünnepélyes Isten tiszteletünk véget ért. Délután 5 órakor az Úr kegyelméből gyertek el és találkozunk. Ez a mi ünnepünk, idősek ünnepe. Együttesen dicsőítsük Istent az ő kegyelmért és jóságáért. Istennek kegyelme maradjon velünk. Kívánunk egy békés pihenést a gyülekezet részére.